emberek és családok milliói tesznek iszonyos erőfeszítést annak érdekében, hogy korábban elért, megszerzett életszínvonalat fenntartsák. Látjuk, ők is látják, ez mostanában egyre kevésbé sikerült. Az állapotások sokasságát a kormány a közös szolgálatában indokolja, illetve azzal, hogy a korábbi időszakban megszerzett privilégiumokat le kell törni. Azt mondja a kormány, hogy különösen ilyen helyzetben nem tarthatóak fent azok az előjogok, amelyeket egyes társadalmi csoportok, szakmák, korporációk megszerzett. Erkölcstelen, jogtalan előjogokra nem is tarthat senki még. De akkor döntsünk el minden tagot, és mondjuk azt, hogy ilyenfajta előjoggal azok sem rendelkezhetnek, akik az elmúlt évtizedekben ezt úgy szerezték meg, hogy ezt megkérdőjelezni senki nem volt mersze, miközben lett volna hozzá jó. A nagy magyar történelmi egyházak jelentős előjogot képeznek. Az egyházak sora senki más által el nem érhető privilégiumokban részesül, olyanokban, amelyeket az állam garantál, a törvény elejében biztosítják. A demokratikus koalíció képviselőcsoportjának tagjai elégedettek látták az időt, hogy beszéljünk ezekről a kiváltságokról, és miután tiszteletteljesen megkértük a kiváltságok élvezőit, hogy mondjanak le ezekről, és erre válaszolni nem érkezett, hát akkor kezdeményezzünk mi magunk olyan törvényi változásokat, amelyek megszűnik ezeket a privilégiumokat. De hadd álljunk egy pillanatra. Az Isten hit, a vallásos meggyőződés, a vallás gyakorlásának szabadsága fontos alkotmányos érték. Olyan érték, amely alkotmányos védelemre szól. Amiről beszélek, az nem a hit kritikája, az nem a vallásos meggyőződés vagy vallás gyakorlás. Bármi nem alkotmányon kívül korlátok közé szorításának igénye, egyáltalán nem. Sőt, éppen ellenkező. Az a bátorító, hogy Magyarországon olyan alkotmányos gyakorlat legyen szemben a nemrégiben elfogadott egyházi törvénnyel, ahol szabad az Isten megvallása, gyakorlása, az egyházon Istenben osztozó közös egyházának megalapítása, ugyanakkor a 19. századi nemzeti szabad elvű gondolkodók által mondottak értelmében ez az egyház szabad kell, hogy legyen a szabad államban. Szabad, azaz mentes kell, hogy legyen előjogoktól és privilégiumoktól. Mindegyik előrebocsátásával három indítványt szeretnék tenni. Az elmúlt hetekben Európa több országát köztük, a szomszédos Ausztriát is megrázták, saját egyházaik, elsősorban a katolikus egyház keretein belül napvilágra került szörnyűséges szexuális visszaélésekről szóló hírek. Sajtóhírekből tudjuk, hogy Magyarország az elmúlt időszakban nem volt mentes a katolikus egyház körein belül elkövetett szexuális visszaélés gyanújától. Azt is tudjuk, hogy ez egy gyanú kivizsgálása elmaradt, ebben a katolikus egyház nem mutatott érdekeltséget. Azt gondoljuk, hogy van itt egy egyetemes emberi felelős.
olyan felelősség, amely elől nem zárkózhat el a katolikus egyház. Olyan felelősség, amelyen való szembenézésre eljött az idő, hogy maga nem tették meg akkor a mi kérésünkre. Azt kérjük a Magyar Katolikus Egyháztól, hogy vizsgálja meg, hogy az elmúlt évtizedekben történtek egyházán belül bármilyen fizikai atrocitás, szexuális visszaélés, készítse jelentést arról, hogyha volt ilyen, akkor mit tett ennek kivizsgálása a felelősség, a felelősségvállalása érdekében, és ezt a jelentést mutassa be nyilvánosan Magyarország polgárainak. Azt gondoljuk, hogy mindez, amit tudhatunk, sejtünk, feltételezünk az alapján, ahol az egyház a morális tekintély erejével kíván fellépni Magyarországon, és nyilván ezt kívánja, akkor képesnek kell lenni arra, hogy moralitását, elkülönbségét megvédi, vagy hogyha az a csorba esett, akkor ezt a csorbát a szembenézés erejével kiköszönjük. Mások. Magyarország újra attól a vitától is hangos, hogy képesek vagyunk-e szembenézni a 95. időszak ügyvédügyeivel. Ebben a dologban a demokratikus koalíció a lehet más a politika kezdeményezését támogatta, már csak azért is, mert korábban 2004-et követően, amikor miniszterelnök voltam, több alkalommal is hasonló tartalma és nyíltsági szembenézést, a lehetséges törvényalkotást kezdeményezni. Hozzáteszem, akkor is és most is a Fidesz ment szemben ezzel az igényel. Azt gondoljuk, hogy nagyon sokaknak van szembenézni a 95. világgal, de mindenképpen van egy tekintési intézmény, amely számára a szembenézés elkerülhetetlen, mert hogy ereje, cselekvőképessége az által képviselni kívánt erkölcsiségből következik. Ezek pedig a Magyarország egyháza. Tudjuk, hogy nagyon sok rétű volt az együttműködés, a pártállam intézményei és az egyháza vezetők és a hatóság között, és teljesen nyilvánvalóan is, hiszen már tudjuk, hogy jó néhányan több egyházi intézmény keretei között együttműködtek az akadémia alapítósával. Ezzel együtt is eddig a magyarországi egyházak elutasították, hogy számot adjanak arról, hogy milyen módon működtek együtt az állam a titkosszolgálataival, intézményesen a papjaik milyen módon szolgálták az akkori ügyvédrendszert. Azt kérjük Magyarország egyházaktól, hogy egyelőre önszántukból, siákon át a felismert felelősségtől vezetve, adjanak számot arról, hogy milyen módon kik milyen témában működtek együtt Kádár titkosszolgálataival. Hála. Az elmúlt hónapokban szinte csak olyan témát tárgyal a parlament, amely különböző szektorokra, szakmákra, családokra, embereket újabb is újra terhet. Magyarországon ma az elmúlt két évtizedben tapasztalat legmagasabb terhelés is van. Ehhez képest a magyarországi egyházak csorbítatlanul őrzik adózási kiváltságait. Némán szótlanul
csendben figyeli a teljes törvényhozás, hogy miközben szinte nincsen már egyetlen ember sem, egyetlen intézmény a csoport sem, aki több adót fizetne, mint tavaly, addig a kiváltságosok rendjén lassan már csak egyetlen egy intézményi körülzi, hogy a Magyarország egyház. A kiváltságos olyan hosszú. Én most csak például felsorolást teszek. Az egyházak személyi adómentességet élveznek a helyi adó megfizetése alól, mindig sokkal szélesebb körben, mint bármi más civil szervezet. Az egyházak hasonló adómentességet élveznek a gépjármű adó megfizetése alól. Összeteszem, sokkal szélesebb körben, mint bárki más. Az egyházak ilyen alanyi személyi adómentességet élveznek a cégautó megfizetése alól. Összeteszem, sokkal szélesebb körben, mint bárki más. Vagy az egyházi intézmények mindenki mástól eltérően nem kötelesek illetékbe fizetni. De nem futatlanosak. Mi nem önmagának külön jogokat és előjogokat fenntartani igyekvő egyházakat szeretnénk látni hívők és nem hívők nevében. Mi az alázat erejét megmutatni képes, nyitott és privilégiumokra igényt nem tartó egyházakat szeretnénk látni. Azért, mert csak az ilyen egyházak tarthatnak igényt, hívők és nem hívők közös tiszteletére és elismerésére. Azt szeretnék kérni az egyházaktól, hogy ne csak beszéljenek a nemzet szolgálatáról, hanem nem kerülnek a polgári fogalmának közös örököseként, értsék meg, hogy ahogy megrendült arról szól, hogy hogyan kell lemondania az előjogokhoz a politikai nemességnek, 2012-ben arról is szólnia kell, hogy hogyan kell lemondani előjogaikhoz a Magyarországi Egyházban. Mindig. A következő hetekben újabb javaslatot fogunk tenni. Újabb kezdeményezéseket fogunk tenni, ugye ebben a témában. Köszönjük szóval azért, mert egészen termesztő szembesülni azon előjogok sokaságával, amelyeket az egyházak élveztek. Mondjuk úgy, hogy ez volt az első javaslatunk. A következő hetekben és hónapokban az egyházi előjogok széles lehetőség szerint teljes körét leépíteni igyekvő javaslatot fogunk tenni, és azt reméljük, hogy ez egy javaslatok nyomán nem a törvény kényszerítő erejével, hanem az egyházak áldatos lemondásával lehet majd sürgetni a privilégiumoktól való megszabadulást, amit aztán majd persze az egyházak értékelésével törvényben is rögzíthetünk. A törvénynek nem erőszakot kell tennie, hanem segíteni kell az egyházak velünk együtt élő a láthatós magatartásának megerősülését. Köszönöm szépen!